Let's do it. All right. Szevasztok srácok, én Ádám vagyok, és el is érkeztünk a következő videóhoz, ami nem lesz egy túl hosszú videó, ugyanis csak igazából a videónak a lényege, hogy a Justice League új trailerére reagáljak, ami ugye november 30-án fog érkezni, ha minden igaz és ha jól tudom. Annyit kell tudni igazából a filmmel kapcsolatba, hogy én nagyon várom. Ugye az összes szuperős szinte benne lesz a DC-nél, akik számítanak jelenleg. Ez így a legutolsó trailer, úgyhogy hát elméletileg ebben elég sok minden fény derül a filmről, ahogy olvastam. Azonban lehet, hogy nem. Szóval igazából nem is húznám az időt, kezdjük el! Na, fel is vettük a jó kis fejhallgatót, és akkor indítsuk. Most! Let's do it! All right. Szokásos logók, ugye itt az elején. Na, Diana? Lois. Nem láttam a vörös haját. Ne! Ne! I'll take that as a yes. What? The ring. Ez ugye a BVS-ből volt az a földes jelenet. Csak álmodta. I had a dream. It was the end of the world. A Steppenwolfos dolog, ez király lesz nagyon. I think it's something more. Something darker. We're asking people we don't know to risk their lives. Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is. Divided, we are not enough. The world needs Superman. I made him a promise. Why I brought you together. Ezek a vörös fények különben nekem nagyon tetszenek. No, that's your... That's your signal. That means we have to go now. Yeah, that's what that means. It's so cool. Hú, srácok. Jaj, hát... Hát ez most nagyon megnevettetett, ez a trailer, és nagyon tetszett. Azt már lehet, hogy mondtam régebben egy nagyon régi trailer reakciós videóban. Hát még nem is tudom, lassan már egy éve volt az utolsó. Szóval említettem abban a videóban, hogy én nekem akkor jön be igazán egy trailer, és akkor érzek valami jót egy film iránt, hogyha kirász tőle a hideg. Akárhányszor nézem meg. És hát érdekes módon például a Suicide Squadnál nem rázott ki a hideg annyira. Ugye hát a Suicide Squad az nem egy túl erős DC film. Szóval én nálam szerintem ez jót jelent mindig, hogyha kiráz a hideg. És most végig libabőrös voltam, és verdesett a hideg mindenfele. Úgyhogy nagyon tetszett a trailer,
Hát látszik, hogy a showt igazából Flash fogja elvinni. És olvastam erről egy cikket is, miszerint a tesztközönségnek a kedvenc szereplője egyöntetűen szinte mindenkinek Flash volt. Ő vitte a showt, és elméletileg kapott egy kicsit komolyabb szálat is némely helyen, ahol nem csak viccelődött, szóval érdekes, meg ez a Supermanes álom így az elején Lois Lane-nél elég érdekes. Nem tudom, hogy mit jelent, hogy... hát, hogy ez tényleg azt jelenti, hogy visszatér a filmbe, ugyanis szerintem különben nem fog visszatérni. Jó, mondjuk elég kevés az esély, és elég szürreális, hogy a Justice League filmben ne legyen benne Superman, de szerintem... én szerintem nem fog visszatérni a filmbe, vagy ha visszatér is, nagyon keveset, pár másodpercre, percre. Én úgy képzelném el egyébként leginkább, a film vége fele visszatér, és csak a következő filmekbe fog szerepelni, mint egyik főszereplő. Szóval itt csak a legvégén fog feltűnni, vagy már az elejétől fogva, csak egy-két másodpercre, és nagyon, nagyon mellőzni fogják. Én ennek örülnék különben a legjobban, mert hát azt ugye lehet tudni, hogy azért a Justice League elég Superman-centrikus csapat, és most elég érdekes, hogy így Wonder Woman, meg hát leginkább Batman vezeti a ligát. Némely ponton úgy éreztem, hogy úgymond idézőjelben ők ketten Flashnek a szülei. Szóval ő nekik kell megnevelni minden dologra, meg minden olyan dologra megtanítani, amit kéne tudnia egy hősnek. Nagyon várom a filmet, hát igazából már évek óta várom, amióta tudom, hogy jönni fog a mozikba. Én csak jót sejtek róla. Remélem, hogy Joss Whedon nem cseszte szét teljesen a filmet, bár volt arról is hír, hogy ugye Zack Snyder lelépett, az eredeti rendező, és ugye most Joss Whedon fejezte be a filmet, de volt arról szó, hogy igazából ő hozta vissza a halálból a filmet, vagy ő cseszte szét teljesen. Hát remélem, hogy teljesen jól sikerült ez a film, mert most a Wonder Woman elindított valamit, és aki azt mondja, hogy mindig a Wonder Womannek a sikerén lovagolnak, az egy hülye. Szóval így, srácok, ez lenne röviden a Justice League trailerről a véleményem. Hát remélem, hogy aki várja a filmet, annak is tetszett ez a trailer. Elég ütős volt. Szóval, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha így vagytok vele, kérlek, nyomjatok rá egy lájkot. Itt lent fel tudtok rám iratkozni. Én Ádám voltam. Sziasztok!